Zsófi a jövőből jelen, éppen vágom a videót, és rájöttem, hogy elfelejtettem mondani egy nagyon fontos dolgot. Csináltam egy kérdőívet, amit a leírásba találtok meg, és ebben szeretnék egy kis képet alkotni, egyrészt rólatok, hogy kik vagytok, köbben hogy találtátok meg ezt a csatornát, stb. Illetve azt, hogy mi az elképzelésetek a csatornáról, hogy mi a kedvenc kontentetek itt, mi a legkevésbé kedvenc kontentetek itt, mi az, amiben szeretnétek, hogy fejlődjek, mi az, amit kifejezetten hagyjak el. Lent hagyom a linket a boxba, töltsétek ki. Köszi puszi, vissza a videóra, van benne cica. A december a legjobb olvasói hónapom volt idén. Nem olvastam olyan könyvet, amire nem legalább 4,5 csillagot adtam majon. Ez egy kifogástalan befejezése volt a 2017-nek. Lássunk neki! Szerbusz, cica! Elnézést, be akar jönni a macska. Szóval, ott a macska. Na, most csömbbe maradsz ennek, amíg én filmezek? Rossz életű. Az első könyv, amit olvastam a hónapban, az a 9 nap volt Jilly McMillan-től. Ez egy krimi, amiben egy egyedülálló anyukát követünk végig, aki előreengedi a gyerekét az erdőben a játszótérig, ami megközelítőleg 200 méter, és ez alatt az időtartam alatt eltűnik a gyereke. Igazából ezt a könyvet azért vettem le a könyvtárban a polcról, mert nagyon tetszett a borító. Igazából ez a része, maga a font, meg ez a fehér keretek kicsit olyan gyerekes, de a kép maga nagyon emlékeztet két kedvenc játékomra, a Feast-re és ezen kapcsán a Limbo-ra, úgyhogy muszáj voltam kipróbálni. Ráadásul miután elolvastam a fülszöveget, rájöttem, hogy igen, ez is beleesik abba az Anya, akinek eltűnt a gyereke című krimibe, amiből idén nagyon-nagyon-nagyon sokat olvastam. Ez megkoronázta ezt az olvasást. A legjobban kifejtette az ember-ember közötti kapcsolatokat, nagyon jó volt a nyomozási folyamat, ritka jó volt a nyomozási folyamat. Nem tudtam előre kitalálni, hogy kitette, amit tett. Én imádtam ezt a könyvet, tényleg a legjobb ilyen Anya elvesztette a gyerekét című krimi thriller, amit az elmúlt időszakban olvastam, magasan tudom ajánlani. A második könyv, amit olvastam a hónapban, az egy újraolvasás volt, ami nem más, mint az Emlékek őre Loa Lobritól. Aki követi ezt a csatornát, tudja, hogy az elmúlt két hónapban elkezdtem folytatni ezt a sorozatot, a második, harmadik kötettel már végeztem. Még a negyedik kötet előtt el akartam olvasni újra az Emlékek őrét, mert úgy éreztem, hogy eléggé támaszkodik rá, és nem emlékeztem belőle sokra. Ez egy klasszikus ifjúsági remény. Ebben a kötetben egy utópiát követhetünk végig, amiben nincsen igazságtalanság, nincsen háború, nincsen harc, nincsen erőszak, mindenki teljes harmóniában él és boldog. Ebben a világban 12 éves korukban kapják meg az emberek a hivatásukat, és Jonas egy nagyon furcsa hivatást kap, ő lesz az Emlékek őre. Ezt a könyvet annak idején beletettem a legjobb ifjúsági regények válogatásába, és még mindig tartom, hogy ez egy nagyon fontos ifjúsági könyv. Felnőttként is teljesen más értékeket tudtam kiszedni belőle, mint annak idején 11-12 évesen, amikor először olvastam. Viszont most egy látom, hogy a cselekmény maga ugyanaz, mint ez a második meg a harmadik kötetben, nagyon lassan építkezik, és utána az utolsó 30 oldalban történik meg minden. Nem egészen a legjobb vonás ez a sorozatnak, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez záródik le a negyedik kötetben. Jövőre kiderül. A következő választásom az év egyik nagy meglepetése volt, ez pedig Tant Van Engtől az Esti Ködök Kertje. Ez egy maláj szerző műve, amiben három idősíkon játszódik a történet. A fő keret a legtávolabbi időpont, amikor egy öreg bírónő nyugdíjba vonul, és visszavonul egy házba, vidéken, aminek egy gyönyörű japán kertje van. Ekkor emlékszik vissza az életére, hogy hogyan került ennek a japán kertnek a birtokába, hogyan került egyáltalán a közelébe, és ilyenkor vannak visszaemlékezései a második világháborúra is. A történet egy nagyon érdekes ázsiai kultúrát mutat be, egyrészt Maláziában játszódik a történet, másrészt egy kínai nő a főszereplő, harmadrészt a második főszereplő egy japán férfi, és egy japán kertben játszódik a történet, tehát ez így áthatja az egész hangulatot. Ennek a könyvnek nagyon sokszor kellett nekifutnom, tehát az első fejezetet olyan 3-4-szer olvastam el, és mindig leraktam, hogy én ezt most nem érdekel. Utána valahogy tovább lendültem, és húha, lenyűgözött ez a könyv. Nagyon jó egyensúlyban van a japán kerti hangulat és a maláj hangulat.
nagyon jó arányban vannak benne szép irodalmi eszközök. Általában nekem szép irodalmi regényeknél az a problémám, hogy látom, hogy valaminek értelme kéne, hogy legyen, viszont nem rakódik össze és nem érdekel, mert a történetre akarok koncentrálni. Itt a történet végén azon kezdtem el gondolkozni, hogy várjunk akkor az a két szobor azt hivatott jelképezni, hogy, és elkezdtem gondolkozni a szép irodalmi eszközökön, amiket én nem szoktam. Valamint ezzel a könyvvel kapcsolatban egy nagyon-nagyon furcsa olvasási élményem volt, ugyanis már említettem párszor, hogy nekem nincsen lelki szemem. Itt viszont ennek a könyvnek a kapcsán volt lelki fülem, és hogyha lehet így fogalmazni, akkor hallottam ennek a könyvnek a zenéjét. Egész végig különböző számok mentek a fejemben, amiket még egész biztosan nem hallottam soha. Ha valahogy definiálnom kéne, akkor az Egész emlékirata és a Schindler listájának a keveréke, filmzene ment a fejemben, de nagyon-nagyon furcsa élmény volt, és letaglózott, imádtam. Ezek után felkaptam a polcra David Gemmelnek a Makedónia oroszlányját, ami a Makedón sorozatának az első kötete. David Gemmelnek a Trója sorozatát imádtam, és egyre kevesebben beszélek róla, pedig még mindig ugyanannyira imádom, és egyre nehezebben akartam belemenni ebbe a sorozatába, és már féltem, hogy csak azért szerettem ennyire, mert Trója. És a Trója nagyon közel áll a szívemhez. A félelmeim annyiban teljesültek ezzel a történettel kapcsolatban, hogy itt még annyira nem kipolírozott Gemmelnek a stílusa. Van egy-két olyan elem, amiben nem voltam megelégedve. Többek között a kötetben felelhető szexizmus jóval magasabb volt, mint a hasonló időben játszódott Trója, de aztán úgy voltam vele, hogy történelmi regény, én mentem tátott szájjal az erdőbe. Úgyhogy nem annyira tekintettem problémának. Ez a sorozat Nagy Csándor életét követi nyomon, ami ezen nagyon érdekes, mert Nagy Csándor úgy az utolsó oldalon születik meg. Ebben a 600 oldalban Parmeniont követjük végig, aki egy félig spártai, félig makedon fiú, aki nagyon gyűlölnek a spártaiak azért, mert makedon, mindenki más meg azért gyűlöl a világon, mert egy spártai. Amúgy egy hatalmas nagy hadvezér, és az életét követjük nyomon, amíg Makedóniában él, Nagy Csándornak az apjának az udvarába és szolgálatába, és együtt összerakják Makedóniát úgy, hogy erős legyen. És ebben a Makedóniában születik majd meg Nagy Csándor, aki nagy tettekre van hivatva. Én nagyon szeretem ezt a könyvet, izgalmas volt. Ugyanúgy áradt belőle Gemmel általános hozzáállása a fantasyhez, mint a Trója sorozathoz. Nagyon szeretem ezt a hozzáállást, nagyon szimpatikus, és imádom, és egyszerűen nagyon jó volt olvasni, úgyhogy valószínűleg nagyon sürgősen el fogom olvasni ennek a sorozatnak a második kötetét is. Imádtam. Nem olyan jó, mint a Trója, de magasan kimagaslik az összes többi történelmi regény közül. A következő regény, amit olvastam, egy régi-régi, befizetetlen adósság volt, ez pedig a Kormányán belül az áruló Seth Dickinsontól. Én ezt a könyvet augusztusban kezdtem el olvasni, mint egy könnyű nyári olvasmány. Nem könnyű nyári olvasmány, nem csak a életem miatt sem, hanem azért, mert ez a sztori, nem azért lett megírva, hogy az ember szeresse, hanem azért, hogy az ember lenyűgözve legyen általa. A történetben Cormoran Baru életét követjük végig. Cormoran Baru egy kis szigeten él, amiben egyszer csak megjelenik egy hatalmas birodalom hajó hadserege, és szép lassan elkezdik átépíteni a leányzó falujának a kultúráját. Ez többek között abban áll, hogy bevezetik hozzájuk a csatornázási rendszert, az orvosokat, valamint egy új oktatási rendszert, és megmutatják nekik, hogy elég tisztátalanul és bűnösül éltek az ő szabályaik szerint. Ennek köszönhetően Cormoran Baru elveszti az egyik apját. Baru ezt látja, és úgy tűnt, hogy a saját módszereivel fogja leigázni ezt a birodalmat, belülről, politikával. Egy könyv se tartalmaz akkora spoilert címben, mint ez a könyv. Gyönyörű gazdasági folyamatoknak vagyunk a szemtanúi, pontosan megmutatja, hogy mi az az infláció és hogyan működik. Ennek a történetnek a főszereplője egy női, Machiavelli, aki egyetlen egy darab erszennyel harcolja végig magát a történetet. És ezen kívül még leszbikus is. Nem spoiler! Egy karakternek a szexuális identitása nem spoiler. Én ezt a könyvet abban a szempontból nem szerettem, hogy nem volt szerethető. Nehezen lehet átérezni a problémát és a kapcsolatokat, viszont nagyon lenyűgöző lehet azoknak, akik alapból érdeklődnek a politika iránt. De én felraktam ezt a könyvet a Trónok Harca ajánló videóra olvasatlanul, és igen, maximálisan. Aki a Trónok Harcának a politikai vonalát szereti, a gazdasági, elsősorban a gazdasági vonalát, és azt, hogy igenis női karakterek is tudnak jó politikai döntéseket hozni. Olvassátok el ezt a könyvet, fantasztikus. Az évem utolsó olvasása pedig egy képregény volt, ami Stjepan Seit
től a Sunstone. Kint az interneten találkozik egymással, az egyikük egy domina, a másikuk pedig egy sub, mi az Isten az magyarul, és ketten együtt egymásra találnak, hogy akkor ők most kiteljesítsék a vágyaikat. És szép lassan átalakul az egész egy romantikus történetbe. Fontos kiemelni, hogy ők úgy találkoznak először, hogy összebarátkoznak, aztán a barátságot egy kicsit extrázzák. Ez igazából a Fifty Shades of Grey megfordítása. Ez egy igazi BDSM-be ágyazott romantikus történet, és nem egy áll romantikus történetbe ágyazott áll BDSM fantáziálgatás, mint a Fifty Shades of Grey-be. Én nagyon élveztem, a két nő kapcsolata nagyon jó. Örülök, hogy ezt is bemutatták, hogy nem csak hogy egymással hogy vannak kapcsolatban, hanem a kapcsolatuk BDSM-en kívül hogy néz ki, illetve hogy ezeknek a lányoknak a többi barátjukkal a kapcsolatunk hogy néz ki. Legyen ez a BDSM körében, vagy nem. BDSM-ről annyira nem tudok nyilatkozni, de szerintem jól volt ábrázolva. Ugye a negyedik kötetnél kezdesz egy kicsit, megy a romantikus ív egy picit szappan a perázsba, de ezen kívül imádtam. Határozottan tényleg 18 pluszos képregény, de a lány-lány reprezentáció nagyon jó volt, és nagyon szükségem volt már egy ilyen kis romantikus lélekemelő valamire. Imádtam. Szóval, ezeket a könyveket olvastam 2017 utolsó hónapjában. Kommentben írjátok le, hogy mi a véleményetek ezekről a könyvekről, hogyha olvastátok őket, vagy hogyha felkeltettem az érdeklődéseteket. Köszi, hogy végignéztetek, viszlát legközelebb, sziasztok!